Több órára bezáratta az aténi Akropolis szerdán a legmelegebb órákban a görög kulturális minisztérium a hőség miatt. Görögországban 43 fokot is mértek aznap, és csütörtökön is hasonló hőmérsékletet várnak az Afrikából érkező forró levegő miatt. Hihetetlen ez a hőfő, mondja ez a kanadai turista. Inni kell, és remélhetőleg itt az ember túlélheti ezt az időjárást. A görög hatóságok vízosztással segítik a hőfégelnek küzdelmet. A horvátországi Dubrovnikó városának utcáin a rekkenő hőség ellenére is bűzöltek a turisták. Az országban rekord hőmérsékletet mértek az Adriai tenger mentén. A közeli Srebrenó üdülőhely strandjai zsúfolásig megteltek. A balkáni országok már a második hete küzdenek rekordmagas hőmérséklettel. Magyarországon is hőségriadó van érvényben. Az észak-kelet-romániai Jászvásárban egy ember meghalt, miután egész nap a szabadban tartózkodott. Egy másik embert kórházba kellett szállítani. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a kiszáradás első jelei esetén azonnal segítséget kell kérni.